sajnos nincs elegendő bérlakás Magyarországon. 90-es években a bérlakásokat értékesítették. Ez már a gazdasági fejlődést is akadályozó tényező egyébként nálunk. Azért épülnek bérlakások, de a bérlakás építés bizony nagyon nagy pénzt igényel. Éppen ezért a kormány lakásprogramjában, az úgynevezett fészekrakó programban beiktattunk egy olyan elemet, amelyik a lakbért támogatja. Mégpedig úgy, hogy az önkormányzatokkal együttműködve az állam is és az önkormányzatok is 7-7000 forinttal járulnának hozzá a lakbérhez, akkor, hogyha valaki vállalkozótól, magánszemélytől bérel lakást. Az önkormányzati bérlakások eleve ugye kedvezményesebbek a bérek, ezzel szeretnénk így bővíteni, tágítani ezt a kört. Ráadásképpen ennek van egy másik kedvező haszna. Ebben az országban rengeteg üresen álló lakás van, amit nem tudnak jól hasznosítani, tehát a nemzeti vagyonnak a hasznosítása, kiaknázása is azt gondolom, hogy ezáltal jobbá válik. A programjainknak a jelentős része, többsége azért erre irányul. Az egyik ilyen probléma az az, hogy nincs elegendő saját erő. Hát fiatalok még nem gyűjtöttek tőkét. Nincs egy másik ingatlan, amit fel tudnának ajánlani a bankoknak. Éppen ezért egy ilyen állami kezességvállaló programot akarunk indítani, és ez január 1-től el is indul majd, ami azt jelenteni, hogy sokkal több hitelt tudnak felvenni, és amit az adott megvásárolt ingatlan nem fedez, nem garantál, ott az állam vállal majd kezességet. Fiatal, családos, rászoruló embereknek szeretnénk így segíteni. Az úgynevezett félszocból, amely az otthonteremtési támogatás mértékének az 50%-ával támogatná a vásárlót, ott pedig a használt lakásoknak a vásárlása szeretnénk serkenteni. Mindkét konstrukció kb. 30-30 ezer embernek a lakáshoz jutását oldaná meg a számításaink szerint. A polgármesteri hivatalatú készterveket kaptunk, amit versenytárgyalás után nyertünk el. Neked nagyon jó minőségű tervetnek tartom. Egyszerűek és tényleg a mai kor költeménynek megfelelnek ilyen szociális bérlakásképnek. Nagyon jók. És nagyon sokan örülnek, én azt gondolom, hogyha a saját lakások is ilyen lenne. Teljes egészében korszerű anyagok vannak beépítve, új, tehát mai kor megfelelő első osztályi minőségű lakások készültek. Korábban az önkormányzat meghirdetett egy kis lakásépítési programot, amelyre nagyon kevés érdeklődés, nagyon kevés jelentkező volt, mert akkor még magánfinanszírozásba gondolkodtunk róla. Azután a BM, a Belügyminisztérium meghirdetett egy bérlakásépítési programot, amelyben 50%-os finanszírozási támogatást biztosított az önkormányzatok részére. A Bábolna város önkormányzata az önrészt a Rózsaerdei úti lakások értékesítésével finanszírozta, három lakást adtunk el, illetőleg még a harmadikat most adjuk el majd árverésen, és ehhez a pénzösszeghez nyertünk további 19,5 millió forintot, és így ebből az önrészből és a nyert pénzösszegből tudtuk megvalósítani a 4 költségalapú bérlakásunk megépítését. Ahogy a bábolnai lakosok tudnak róla, ez év nyarára be is fejeződött az építkezés, sajnos a közszolgáltató vállalatok, a gáz és a villany közművesítés, illetőleg ennek a beszerelése miatt elhúzódott az átadás, a bérlők beköltözése, de most már mindannyiunk örömére a télapó meghozta a kulcsokat a bérlőknek, és a mai napon Kolber István miniszter úr átadta, és tudnak költözni, tehát a karácsony most már nagyon szép, nyugodt körülmények között fogja tudni ez a 4 család tölteni. Hát a Rózsaerdőbe laktunk albérletbe, és pályázaton megnyertük ezt a lakást, úgy költöztünk most ide. Van további 4 lakásra jogerős építési engedélyünk, ennek a lakásoknak a folytatásába itt a Zrínyi úton, Zrínyi utcába. Másrészt van önrészünk is, mert döntött már a képviselőtestület arról, hogy eladja a gyógyszertár melletti szolgálati lakást. Ez is már a lakásépítési alapunkban megy, tehát hogyha eladjuk, akkor csak lakásépítésre fordíthatjuk ezt a pénzösszeget. Tehát ez már egy bizonyos önrészt feltételez, és a miniszter úr is beszélt arról, hogy újabb pályázati lehetőségek fognak megnyílni, fészekrakó program és egyéb kedvezményes hitel lehetőségek. Meg fogjuk nézni ezeket a pályázati lehetőségeket és finanszírozási lehetőségeket, és azon leszünk, hogy ez a további 4 bérlakás is megépüljön, vagy bármely konstrukcióban ez a 4 lakás megépülhessen, hisz ahogy a bérlakás bérlő kiválasztása
bérlakásnál is látszott nagyfokú érdeklődés volt, hisz háromszoros túljelentkezés volt a bérlőkiválasztásnál. Tehát az önkormányzat azon lesz, hogy újabb lakások épülhessenek meg.